Sziasztok! Ebben a videóban az itemek foundry és státuszával fogunk foglalkozni, mert úgy gondolom ez a téma nem mindenki számára egyértelmű. Minden olyan item, amit egy rédben találsz ládákban, PC-kben, hidden vagy esetleg skeveknél a foundry és státusszal rendelkezik. A questekért kapott jutalom itemek és minden, amit a hideoutban craftolsz, automatikusan foundry és státusszal fog rendelkezni. A foundry és státuszt egy kis fippa jelzi az item jobb alsó sarkában. A fél státuszú itemek szükségesek az adjunk át valamilyen itemet egy tradernek típusú questek megoldásának java részéhez, illetve ahhoz is, hogy bizonyos itemet el tudjunk adni a flea marketen. Ahhoz, hogy egy bizonyos item megőrizze a fundi rate státuszát, sikeresen ki kell, hogy juss a raidből, amiben találtad. Ahhoz, hogy egy réd sikeres legyen, minimum 200 XP-t kell begyűjtened, vagy legalább 7 percig a rédben kell tartózkodnod és ki kell jutnod. Abban az esetben, ha egy fires itemet beviszel a rédbe, az elveszíti a fél státuszát, én jellemzően így járok az injektorokkal, amiket az injektor készenben felejtek. Ebből kifőleg azok az itemek, amiket más pmc be visznek magukkal a raidbe, például armor vagy fegyver nem lesznek félesek, kivéve ha azokat az emberünk abban a raidben lootolta egy scavről vagy raiderről. Ha egy itemet beteszel a konténeredbe és meghalsz vele, az az item elveszíti a fő státuszát. Nem lesz fő státusza azoknak az itemeknek sem, amiket a flea marketről vagy tradertől veszel, de azoknak a cuccoknak sem, amiket biztosításból kapsz vissza, ezen föl a kezdő, illetve a friss meg sem lesznek felesek. Ha hasznosnak találtátok ezt a videót, nyomjatok a like gombra és iratkozzatok fel. Vigyázzatok magatokra a tarkóban, sziasztok!